Csoda szép estét kívánok, hölgyeim és uraim, ez alkalommal is nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Kultúrcsebben. Akik látták a múlt heti műsort, azok már tudhatják, hogy a mai közel fél órás összefoglalónkban különböző erdélyi kulturális és művészeti díjakkal, elismerésekkel és ösztöndíjakkal fogunk foglalkozni. Na és hogy miért is? Egyrészt, mert úgy hiszem fontos hangsúlyozni ezek létjogosultságát, illetve azt is elengedhetetlennek tartom, hogy ezen díjak és elismerések margóján folyamatosan emlékeztessük magunkat arra, hogy milyen sok kitűnő alkotóval, illetve a kultúránk különböző területein tevékenykedő szakemberrel büszkélkedhetünk itthon Erdélyben is. Ma este tehát ezen érvek és gondolatok margóján próbálunk szemlézni a különböző díjak és díjazók közül. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy mindezt a teljesség igénye nélkül tesszük, hiszen szinte majdhogy nem lehetetlen fél óra alatt felsorolni az összes ilyen típusú elismerést. A következő összefoglalóban tehát többek közt a kisebb-nagyobb térségek és közösségek példaértékű személyiségeinek odaítélt díjakról, illetve az esetenként anyagi vonzattal is járó alkotó és művészeti elismerésekről is szót ejtünk. Erdély szerte köztudottan több olyan kulturális díj létezik, amelyet rendszerint a Magyar Kultúra Napján osztanak ki, ezzel jelezve nem csak az elismerés mienségét, hanem annak jelentőségét is. Jó példák erre akár a Háromszéken vagy éppen Székelyudvar helyen kiosztott kitüntetések, illetve az Aradon immár több mint 10 éve átadott Kölcsey díj is. A Kölcsey díjat 2003-ban hozta létre az akkori elnökség, mégpedig olyan elképzeléssel, hogy irodalmi helytörténeti díjat adjon, a másik pedig legyen egy képzőművészeti díj. Jelöltek listájára olyan személyek kerülhetnek be, akik kapcsolatot tartanak a Kölcsey Egyesülettel, akik előadásokat tartanak, akik valamilyen módon képzőművészeti tárgyakkal segítik, vagy pedig olyan személyek, akik helytörténeti, irodalmi munkákat írnak, képzőművészeti tárgyakat hoznak létre. Tehát mind olyan személy, aki Arad, és Arad is vidéke elsősorban, akik hozzájárulnak az Egyesületnek a fejlődéséhez, de ez nem zárja ki azt, hogy más vidékről is meg ne kapják a Kölcsey díjat. A jelölés azzal kezdődik, hogy előző évről kimaradt díjtalan, és akkor szóba került esetleg a neve. Természetesen, hogy a 9 tagú elnökségnek vannak javaslatai, de elfogadunk és befogadunk kívülről, tehát még egyesületen kívülről jövő javaslatokat is. Két alapvető feltétel van, ami kizáró ok. Az egyik az aktív politikus, a másik pedig az egyesület elnökségének a tagsága. Tehát mi egymás között nem osztogathatunk díjakat, és nem lettünk szép fiúk a politikusoknál sem, mert nekik sem adhatunk díjakat. A jelöltek listáját azt a Kölcsey Egyesületnek az elnöksége tárgyalja meg. Először elhangzanak a javaslatok, és utána mindenki gondolkozik, újra összejövünk, akkor elmondja mindenki a gondolatát, és utána aztán egy közös nevezőre jövünk, és megmarad a két díjazandó. Az utóbbi években ezt nagyon érezzük, hogy nagyon odafigyelnek arra, hogy kikapja a Kölcsey díjakat. Visszajelzés van, gyakran személyesen, gyakran telefonon keresztül, vagy éppen e-mailen keresztül, vagy sajton keresztül is. Milyen típusú visszajelzések ezek? Általában elégedettek, megkérdezik azért egyik-másik szeméről, hogy az XY, hogy miért kapta, ugyanis nem mindenki ismer mindenkit. És akkor persze ezt fel kell világosítani, hogy miért is kapta, milyen tevékenységért, és mióta figyeljük az illetőt. Az aradi Kölcsey díjhoz hasonlóan ugyancsak nagy figyelmet kap a közösség részéről a nagyváradi Váradinom kulturális alapítvány díja is, amelyet szintén a Magyar Kultúra Napján osztanak ki. Az átadóra rendszerint a Szigligeti Színház gála előadásának keretében kerül sor, ez esetben viszont három különböző kategóriáról is beszélhetünk. Három kategóriát mondhatunk magunkénak. Ugye az egyik az egy magyar kulturális emlékplakett, ezt az elmúlt év vagy évek teljesítménye kapcsán díjazzuk. Ennek van egy másik díja, a Magyar Kultúráért díja, amely, ha úgy tetszik, egy következő fokozat. És nyilván van egy harmadik kategória, az életműdíj, akkor, amikor valakinek egy egész élet munkáját szeretnénk elismerni és megköszönni. Kiket szoktak jelölni, illetve díjazni ilyenkor?
Ilyenkor az egész magyar társadalom részéről érkeznek jelölések, vidéki és nagyváradról egyaránt, intézmények, mint például színház, filharmónia, iskolák részéről érkeznek jelölések, vagy a civil szervezetek részéről. Tehát ha úgy tetszik, akkor vidéki népművelőktől egész professzionális szintig mindenki jelölhet és jelölté válhat, és aztán egy közös, együttes szakbizottsági ülésen egy bizottság, egy kulturális bizottság dönti el azt, hogy kik kaphatják meg ezeket a díjakat. A nagyváradi elismerések esetében tehát a jelölés számtalan helyről érkezhet, a döntéshozó szakbizottság azonban szigorú és konkrét szempontok szerint volt összeállítva. A döntéshozatalban nagyon széles szempontok érvényesülnek, a történelmi egyházak jelöltjeitől egész a szakbizottsági munkáig, egész az intézményes profi, hol úgy tetszik, keretekig mindenki jelen van. Mondhatom azt, hogy a Szigligeti Színház igazgatónőjétől a vidéki közművelődési egyesületek vezetőig, vagy a Nyugdíjasok Szövetségének a vezetőig, egészen az egyházi részvételig szinte mind. Tehát ha úgy tetszik, megpróbáljuk leképezni a társadalmat a bizottsági szintjén is azért, hogy a teljesítményt minden szint elismerésével tudjuk ha úgy tetszik, ellenőrizni, és nyilván ezen ellenőrzés után a döntést meghozni. Elsősorban a szakmai ajánlások révén dönt a szakbizottság, a kulturális szakbizottsága, a Bihar megye RMDSZ kulturális szakbizottsága. Idén is több ajánlás érkezett, különböző intézmények, személyek részéről, és ez alapján döntöttünk abból a szempontból, hogy azokat a kimagasló személyiségeket, illetve intézményeket díjazzuk, akik példaként állíthatók egész megyénk elé kulturális szempontból. Milyen szempontrendszer szerint dől az el, hogy ki kapja meg a díjat, az elismerést? Nagyon fontos az, hogy a laudációk, amit beérkeznek ugye egy-egy személy kapcsán, azok tartalmasak legyenek. Elkezdve a kultúra mecenatújájától, hisz az idén díjaztunk olyanokat is, akik nem önmagukban kultúrát művelnek, de támogatják a magyar kultúra fennmaradását szórványban vagy más körösségben, tehát a mecenatúrától elkezdve a valós kulturális érték teremtésig szinte mindent megpróbálunk díjazni, hisz mindenkire szükség van. Az is, aki finanszírozza, az is, aki létrehozza, vagy aki bemutatja ezt a kulturális örökséget. És egységes szempontrend szerint az, hogy a tevékenysége az méltó legyen az elismerésre. Az elhangzottakhoz hasonló elvek alapján ítélik oda az erdélyi Oscarként is emlegetett Emke díjakat, amelyeket az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület évente több kategóriában is kioszt. A már több mint két évtizedes múlttal rendelkező elismerések színes és tág palettán díjazzák az erdélyi közélet egy-egy kimagasló személyiségét. Nagyon széles körű tulajdonképpen a művészetek és a közművelődés területén, hát nyilván főleg olyanokat, akik a közművelődéshez kapcsolódóan alkotnak, de hát vannak ezek között kifejezetten, tehát közösségi, közművelődési területen tevékenykedő emberek, vannak színházi személyek a díjazottak között, színészek, vagy rendezők, vagy egyáltalán akik tesznek valamit a színház és a közművelődés kapcsolatáért. Vannak képzőművészek, vannak népművészeti kutatók, filmes szakemberek és fotoművészek kaphatnak díjat, de nagyon sokrétű. Én mindenféleképpen úgy látom és úgy érzékelem, hogy az elmúlt 25 évben talán az Emke díjak a legnépszerűbb díjai az erdélyi magyar kulturális életünknek. Talán azért is, mert a legrégebbiek. Egyértelmű, hogy ezek a díjak ezek nem járnak anyagi juttatással. A díj egy szobor, Paraszt Madonnának nevezik ezt a szobrot, egy csodálatos nőalak, és egy díszoklevél jár hozzá, inkább erkölcsi elismerés, a jutalom annak, aki ezt megkapja, és nincsen ugye pénzjutalom, sajnos erre nincsen lehetőség. Ennek ellenére az évek folyamán ezt gyakorlatilag az erdélyi Oscar díjnak is nevezik. Egyrészt azért, mert három színművész, vagy hát a színházzal kapcsolatos díj van, egy női
színésznő szokta kapni, meg egy férfi színész, illetve a Bánffy Miklós díjat egy rendező kapja meg, vagy rendezésért kapják meg. Az EMKE díjak esetében egy szakbizottság terjeszti fel a jelölteket, akik közül végül a kuratórium választja ki a díjazottakat, tegyük hozzá, konkrét és jól behatárolt kritériumok alapján. Arra, hogy kikapjon díjat, egyrészt van egy szempontrendszer, ami szerepel a honlapon, ahol az összes díjunk fent van, és azt kell tudni, hogy 16 díjat lehet elméletben átadni. Most viszont egy 2015-ös elnökségi döntés értelmében évente mindig csak 12 díj adható át, kivéve azokat az éveket, amikor Kötő József emlékére is alapítottunk egy díjat, és ezt a díjat 3 évente lehet kiadni, legfennebb, és azokban az években lehet 13 díjat átadni. Az EMKE által odaítélt kitüntetések tehát tagadhatatlanul széles réteget fednek le, no de fontos hangsúlyozni, hogy az eddig említett díjaktól eltérően természetesen olyan elismerésekről is beszélhetünk, ahol az a bizonyos köszönet nyilvánítás konkrét anyagi összeg formájában is megnyilvánul. Ezek közé sorolhatóak többek közt azok az irodalmi elismerések is, amelyeket például a Látószép Irodalmi Folyóirat szerkesztősége, illetve az Erdélyi Magyar Írók Ligája ítél oda. Az első látónívódíjakat 1992-ben osztottuk ki. A látónívódíjakat mindig az abban az évben megjelent legjobb írások kapják, amelyek a látóban megjelentek. Ezt a szerkesztők döntik el, a látó szerkesztői, és általában 4 díjról van szó. Volt, amikor kevesebb volt, volt, amikor több, de hát ez 4 díj azért. Akkor elmondanám a kategóriákat is. Tehát nyilvánvalóan vers, próza, esszé, kritika, ugye néha dráma, tehát itt bejön az. És van az a díj, amit mi debütnek hívtunk. A debüt az lehet bármi. Az lehet vers, próza, esszé, dráma, bármi. Tehát tulajdonképpen körülbelül így néznek ki a díjak. Az idők folyamán még annyi került ebbe a belső szabályzatba, de hát ez nem lefektetett belső szabályzat, hanem konszenzus története. Tehát annyi változott, hogy van olyan, aki 2-3-szor kapott díjat, viszont általában más műfajban. A kritérium, az egyetlen kritérium az, hogy tetszedjen nekünk, és az, hogy minőségi legyen, tehát hogy jó legyen. A látónak, magának a látó szerkesztésének van erős, gondolom, remélem, hogy minőségi kritériumrendszere. Könnyű nekünk, mert mi ilyen szempontból az egyetlen szép irodalmi havi lap vagyunk. Tehát ez az írók nívóját dicséri, de ez a látó nívóját is dicséri. Az Erdélyi Magyar Írók Ligája gyakorlatilag megalakulásától céljául tűzte ki, hogy túl az, hogy eseményeket szervezünk, és összetartjuk a magunk módján az Erdélyi Magyar Írók csapatát. Ezen kívül fontosnak éreztük, hogy díjak formájában is jelezzük azt, hogy valami fontos a számunkra az éppen megjelent művek közül kiemelni azt, ami számunkra fontos, értékes. Tehát már 2002. decemberében már kiosztottuk a Méhes György nagydíjat, illetve a Méhes György debütdíjat, és azóta ezek a díjak folyamatosan átadásra kerülnek. Általában eddig decemberben osztottuk ki, de most kicsit eltoltuk az időpontot, tehát majd májusban Méhes György születésnapja alkalmából osztjuk ki a díjakat, de azért kihirdettük tavaly decemberben, tehát Szálinger Balázs és Tamás Kincső nyerte el a nagy díjat, illetve Tamás Kincső a debüt díjat. A látó nívódíjakhoz hasonlóan, ahol egyébként egy 1000 lejes elismerésről beszélhetünk, rendszerint az EMIL is az elmúlt egy évben megjelent művek alapján választja ki díjazottjait, akik a nagydíj esetében 3000, míg a debütdíj elnyerésekor 1000 euró támogatást kapnak. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon fontos eszmei tartalma is van. Tehát túl azon, hogy ezek jelentős összegek, tehát 1000 euró debütdíj, 3000 a nagydíj, hát ez közép-kelet-európai szinten is szép összeg, de az eszmei
vonatkozása a legfontosabb, hiszen maga a díjazottaknak az összessége is egy szellemi képződmény, ami azt mutatja, hogy valóban jelentős szerzőket tudtunk díjazni az idők során. Annyit persze jó tudni, hogy az esetek 95%-ában a Méhes György nagy díjat az Erdély Magyar Jókligájának a tagja kapja, míg a debütdíjat természetszerűleg egy fiatal, tehetséges pályakezdő veheti át. Az anyagi honorálást is magukba foglaló díjak közt tagadhatatlanul kuriózumnak számít, amikor a konkrét felajánlás a magán egész pontosan az üzleti szférából érkezik, pedig szerencsére ilyenre is akad példa. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház például már több éve jutalmazza azon színészeit, akik az adott évadban kimagasló teljesítményt nyújtottak, mindezt pedig a BioL cég 1000 eurós támogatásával teheti meg. Azt mondtuk, amikor úgy láttuk, hogy a Marosvásárhelyi Színház olyan értéket tud teremteni, olyan művészi értéket tud teremteni, hogy az, aki felajánl erre a díjra valamit, ő is megtisztelve érzi magát, hogy segíthet. Tehát mi nem úgy álltunk neki, hogy tessék segíteni, és majd jók leszünk. Nem, először mi leszünk jó, és utána önnek megtiszteltetés, hogy minket támogathat. És így alapítottuk a kemény díjat. Ilyen kettős értelme van ugye ennek a díjnak. Természetesen a színház egyik alapítója Kemény Jánosnak az emlékét hordozza, de nem Kemény János díj, hanem Kemény díj. Ennek megvan a szabályzata is, országos szintű olyan akcióban kell részt vegyen a művész, és olyan országos elismerést kell hozzon, ami vitathatatlanná teszi. És ezért 1000 euró jár annak a művésznek, és természetesen találtunk hozzá támogatót is. Ezen kívül persze a díjazásnak az ösztönző jellegével más szinten is foglalkozunk. Évek óta van önkéntes díjunk, ami a mosolydíj, ami azt jelenti, hogy van kb. 100 önkéntes a Nemzeti Színháznak, ők szavaznak, az általuk legszimpatikusabb színész és színésznőnek adnak egy-egy díjat, ami ugye ambicionálja az önkénteseket is, a színészeket is, mert azért egy nagy díj az, hogyha a fiatalok engem választanak a legszimpatikusabbnak. Van az úgynevezett tapsdíj, amit az igazgató szokott átadni, az egy pur statisztika. Tehát az, aki egy évben a legtöbbet dolgozta, a legtöbb előadást játszotta, a legtöbb próbája van, ezt a kettőt összeadják, és akkor ő is kap. Ezek szimbolikus díjak, tehát ez papír, pezsgő, meg kocintás. Az említett irodalmi, illetve színházi elismerésekhez köthető egyébként az az erdélyi magyar kortárs kultúráért díj is, amelyet az RMDS rendszerint olyan alkotóknak ad át, akik kiemelt módon hozzájárulnak a hazai magyar kultúra megismertetéséhez és átörökítéséhez. Emögött az az óhaj állt, hogy hívjuk fel a figyelmet arra, hogy nagyon-nagyon fontos nekünk az erdélyi magyaroknak, hogy legyenek kortárs alkotóink, kortárs kultúra alkotóink. Hiszen gyönyörű épített örökségünk van, gyönyörű szobraink vannak, gyönyörű hagyományaink vannak, azonban ha ehhez nem teszünk hozzá minden generáció újabb és újabb dolgokat, akkor tulajdonképpen csak gyönyörű múltunk lesz, de jövőnk már nincs. És akkor létrejött ez a díj, minden évben három kategóriában osztják ki, és az idén Márton Evelin írónő díjaztuk, Berszán Zsolt képzőművészt, illetve ifjabb Csiki Boldizsár zongora művészt. Mind a hárman hihetetlenül értékes alkotók, mind a hárman úgy itthon, mint nemzetközi porondon is megállják a helyüket, és mind a hárman olyan emberek, akik nem feltétlenül kedvesen állnak hozzá a politikához és a politikusokhoz. Tehát keményen kritizálnak is bennünket, kritizálják a társadalmi folyamatokat, és ez így van jól. Mert az ő hangjukra odafigyel a közönség, odafigyel a közösség, és nagyon-nagyon szükségünk van arra, politikusoknak, de a társadalomnak is, hogy tartsanak elénk egy ilyen görbetükröt, lássuk, hogy mi az, ami szerintük nem működik, és hogy hol van szükség korrekciókra.
Az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díj egyébként egész konkrétan egy képzőművészeti alkotást, illetve egy 10 000 lei értékű anyagi juttatást is takar, amellyel a díjazott alkotó szabadon gazdálkodhat. Ez a támogatás pedig tagadhatatlanul fontos és jóleső is. Az alapvető kritérium az, hogy a díjazást megelőző évben, vagy években tulajdonképpen kortárs kultúrában kiemelkedőt alkosson az illető személy. Fontos az is, hogy a művészeket is támogassuk lehetőségeink szerint, mert ugye a kultúra híresen nem a túlfizetett társadalmi kategóriák közé tartozik, és éppen ezért én úgy gondolom, hogy ez már egy akkora összegű díj, ami segíthet abban, hogy a művész tulajdonképpen akár egy kiállításra elmenjen, akár pedig egyáltalán csak könnyebben és jobban élje az életét. Hasonló gondolatok mentén jött létre amúgy a Communitas Alapítvány alkotói ösztöndíja is, amely nevéből is fakadóan a hazai magyar tehetségek anyagi támogatását tűzte ki céljául. Így ez nem csupán egy egyszerű elismerés, hanem sok esetben a megélhetést könnyítő, illetve a pályázati formának köszönhetően a versenyszellemet is igencsak erősítő eszköz. Úgy fogalmaznék, hogy kötelességünk van tulajdonképpen a tehetséges fiatalokkal szemben, és az azért jól tudható, hogy hát egzisztenciális szempontból fiatal alkotók nincsenek olyan túlságosan jól eleresztve. Éppen ezért létrehoztuk ezt az ösztöndíjrendszert, és a cél ez volt, nagyon egyszerű, hogy a tehetséges fiatal fiúkat, lányokat, fiatal embereket mindenképpen meg kell támogatni. A Communitas Alapítvány az alkotó ösztöndíjat a 2000-es évek elején hozta létre, amely elsősorban azoknak és azokról a tehetséges erdélyi magyar írók, költők, előadóművészek, mondhatnám hagyományőrző, kulturális tevékenységet folytató tehetségekről szól, akiknek egyrészt egy jövedelemforrást jelentett, akkor, amikor pályakezdőként nagy szükség volt erre, vagy nagy szükségük lehet erre, valamint olyan programok megfinanszírozni, amely ennek az alkotó ösztöndíjnak egy éves leforgása alatt megvalósítható. Így születtek önálló művek, önálló alkotások, vagy épp egy karrier sajátos szakasza, ahol az ösztöndi jóvoltából belföldön vagy külföldön a művész tudását, képességét, tehetségét be tudta mutatni. A Communitas alkotói ösztöndíj esetében minden évben 5 kategóriában a zene, az irodalom, a színházművészet, a képzőművészet és fotográfia, illetve a film és televízió szekcióban díjazzák a sikeresen pályázó fiatalokat. Túl azonban a tagadhatatlan anyagi segítségen, amit az alapítvány egy éven keresztül havi rendszerességgel utal a nyerteseknek, természetesen ez az elismerés más szempontból is fontos mérföldkő lehet. Én azt gondolom, hogy minden közösségnek, amely gondol a jövőre, kutya kötelessége támogatni azokat, akik értéket teremtenek. Tehát ez végül is közösségi érdek, hogy minél több tehetséges művészünk, alkotónk legyen, és hogy ne kallódjanak el, mert én abban nem hiszek, hogy a tehetség az minden körülményben és tűzön vízen át érvényesül. Ez nem igaz. A tehetséget azt vissza lehet szorítani, tönkre lehet tenni, vagy meg lehet emelni, és lehet segíteni. Tehát ezeknek az ösztöndíjaknak az egyik funkciójuk ez. A másik jelentősége egy ösztöndíjnak is már, de aztán egy díjnak különösen, az meg azon innen és azon túl, hogy pénzzel jár, az meg az elismerés. Tehát az, hogy amennyiben az ösztöndíjakat elismert művészek ítélik meg és osztják el, ez egy nagyon fontos visszajelzés a fiatal alkotónak.
Függetlenül attól tehát, hogy egy adott elismerés jár-e, avagy sem anyagi juttatással, már maga az odafigyelés szempontjából is rendkívüli kitüntetés lehet minden alkotó, közéleti személyiség, illetve a kultúrában tevékenykedő ember számára. S bár tény, hogy az általunk megkérdezettek egyöntetűen vallják, hogy az ilyen típusú díjakra mindenkor szükség van, illetve ma és holnap is lesznek olyanok, akikre érdemes odafigyelni, sajnos egyelőre még adottak olyan árnyoldalai is ezeknek a kitüntetéseknek, amelyekről bizony kevés szó esik. Gáspári Katilla például érdekességként azt is felvetette, hogy bár itthon magunk közt kiosztjuk a kisebb-nagyobb díjakat, azért sem a romániai, sem pedig a magyarországi állami szervek nem figyelnek eléggé az erdélyi alkotókra, és itt akár a Kossuth, de akár a Jászai Mari díj is megemlíthető. Ennek ellenére persze fontos, hogy létezzenek az ilyen típusú díjak, és igen, az is nagyon fontos lenne, hogy valóban a szélesebb körökben is odafigyeljenek, illetve odafigyeljünk a hazai magyar, sokszor valóban rendkívül kimagasló potenciális díjazottakra. Futok elő, színálva vagy utána, hogy kérjen, még valahogy nem egy messze, néha elvánsz, A mai Kultúrcsebben tehát megpróbáltunk egy viszonylag átfogó képet mutatni azokról a kulturális és művészeti díjakról, elismerésekről és ösztöndíjakról, amelyek így vagy úgy, de nagyban befolyásolják az erdélyi közművelődés, illetve a hazai magyar alkotói közeg alakulását. Tagadhatatlan ugyanis, hogy az ilyen típusú elismerések rendszerint nagyobb reflektorfényt biztosítanak a díjazottak számára, illetve egyértelmű köszönetnyilvánítást is kifejeznek a közösségben kifejtett tevékenységükért cserébe. Ez pedig, és ez akkor most a mai műsor akár konklúziójaként is levonható, nagyon-nagyon fontos, és nem csak a díjazottak, hanem egységes magyar kultúránk szemszögéből nézve is. Hiszen ahogyan a mai műsorban ugye már többen is hangsúlyozták, ha ma nem figyelünk oda a jelen alkotóira, akkor a jövőben valóban nem lesz majd múlt, amivel büszkélkedhetünk. Na és akkor ezzel a gondolattal tegyünk pontot a mai műsor végére, eddig tartott ugyanis a Kultúrcsepp. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk egy hét múlva is, akkor az erdélyi filmklubok világába kalauzoljuk a kedves nézőket, érdemes lesz tehát bennünket választani. Addig is minden jót mindenkinek, a viszontlátásra!